ezek között a parancsok között van kettő, amit mindkét nem elég jól ismer. A bírd ki nevű parancs, azt fiúgyereknek adják át gyakorlatilag 3 éves kortól, és a férfiak élete végéig ez talán a legfőbb olyan előírás, ami elől nem szabad kibújni. A bírd ki az azt jelenti, hogy ne bújj ki a nehézség, a feladat, a fájdalom alól, ne kérj segítséget, ne panaszkodj, tessék egyedül boldogulni. Ez a bírd ki. Szóval egy férfinek az, hogy ő elsírja magát, hogy ő azt mondja, hogy ezt most én nem tudom megcsinálni, nekem elfogyott az erőm, ez szinte a fiúk többsége ezt kasztrálásként éli át, hogy hát akkor nem vagyok férfi, hogyha ilyen vagyok. A nőknek is van egy őket leginkább megtépázó előírás, szintén nagyon mélyen a fejükben, és ez az szerez örömet. Ez nem azt jelenti, hogy magadnak, ez azt jelenti, hogy mindig másoknak. Na most ez összefügg avval a biológiai szükségszerűséggel, hogy ha anyaként nem tudtunk volna elsőbséget adni a pici gyereknek, és megérteni, hogy ő vajon mit akar, akkor az emberiség már rég kipusztult volna. De ez valahogy generalizálódott nekünk, nőknek a fejünkben, hogy ameddig bárkinek még van egy kérése, egy kielégítetlen igénye, addig a miénket tessék hátrébb rakni a sajátot. És tehát szolgálni, de nem jó szívvel szolgálunk, egy bizonyos ponton túl biztos nem jó szívvel szolgálunk, mártírkodunk, kijelentjük, hogy ez borzasztó, és hogy miért nem magunk szabjuk meg a határt, ezt már nagyon sok nőtől kérdeztem, és elámulva hallgatják, hogy miért azt is lehet, hogy én szabjam meg a határt, és amit a férfiaknak a személyre szoktak vetni ezek a mindenkit kiszolgáló, alig levegőt kapó fáradt nők, az az, hogy hát ő neki kellene, mármint a férfiaknak meg a gyerekeknek mondani, hogy jó van, édesanyám, már csak ne csinálj többet, majd mi megcsináljuk. És tulajdonképpen a nők azért haragudnak, mert az ő parancsai között ott van, hogy ennek meg kell csinálva lenni, és csak azért haragszanak a férfiakra, hogy ő miért bírja ki, hogy ülve maradjon, amikor én nem bírom ki. Tehát egy nő halál fáradtan este 10-kor csak akkor hallgatja meg a férfit, aki azt mondja, hogy miért állnál neki most mosogatni. Ez olyan fáradt, hogy feküdj le. Ha az a férfi fölajánlja, hogy ő akkor elmosogat azonnal. Mert ha azt mondja, hogy hát feküdjünk le, késő van, nehéz nap volt, az edény nem maradhat itt. És akkor megkérdezi minden józan férfi, hogy miért, mit csinálnak éjszaka az edények. És erre nincs a nőknek válasza, tulajdonképpen egy engedélyt akarnak kapni, és egy teher átvállalást, csak ilyen feltételekkel hajlandók nem megcsinálni azt, amit fontos tennivalónak tartanak. Férfit ebben a parancspárosban kevésbé vicces az, ami őket gátolja, de mégiscsak van, mert hogyha azt mondjuk egy férfinek, hogy miért nem szólsz a szomszéd Sanyinak, hogy jöjjön, segítsen megfogni, hát fáj a derekad, és különben azt nem. Válasz, hogy miért? Nincs. Tehát ezek a tényleg hangulatrontó, egészségrontó, kapcsolatrontó lebénultságok mutatják a legjobban, hogy ezek a ilyenfajta parancsok és ilyenfajta tilalmak a fejünkbe milyen hatalmas erővel dirigálnak minket. Olyanoknak, akik szeretnének az önismeretükön dolgozni, általában érdemes egy olyan listát készíteniük a fejükben legalább, hogy mik azok a előírások, amiket most azt gondolom, hogy ez az én fejemből szól, hogy ilyet muszáj, olyat nem lehet, tilos, stb., hogy mi az valóban, ami a saját normájuk, és mi az, ami csak ilyen beültetett csip, anyukánk, apukánk hangja. Előfordulhat, hogy valakinek nem az anyja, apja adta ezt, hanem egy más fontos felnőtt. Nem beszélve arról, hogy természetesen
sokan vannak, akiket nem anyjuk és apjuk nevel föl együtt. Ilyenkor nagyon jó dolog nagyító alá tenni, hogy miért is csinálom? Miért így? Miért fontos ez? Ha az, hogy alapvetően rendet tartok, az egyébként inkább női igény, és ez teljesen rendben van, a férfi a nehezebb, több mozgást igénylő dolgoknak a gazdája, ez a klasszikus szereposztás, sok családban így van, ha nem így van, hanem fordítva, azzal sincs baj, ha ők jól vannak, de az, hogy mi történik akkor, hogyha megszegem azt a belső parancsot, vagy tilalmat, hogy ezt így kell, vagy így tilos, ezt nem szabad, ezt, hogy mi történik akkor. Ugyanis a felnőtt racionális gondolkozásunkkal nagyon gyakran rájövünk, hogy semmi. Nincs tétje. Ha nagyon rossz volt a mintánk, és halljuk ezt a huhogót, én huhogánynak szoktam hívni, ami a fejünkben ez az ellenszurkoló, szigorú hang. Ha ezt a huhogánynak a szövegét, ha meghallgatjuk, és már rájöttünk arra, hogy ez nekünk nagyon sokat árt. Az, hogy mindig mindent nekem kell elintézni, hogy mindig mindent úgy kell, ahogy én gondolom, vagy ahogy nekem tanították. És akkor megkérdezi egy józan kívülálló, akár a saját józan felnőtt teszem, mi történik akkor, ha nem így zajlik, ha ez most nincs, ha ez másképp van, ha ide most bejön valami új, mi történik? És ha az a válasz, hogy semmi dráma, akkor érdemes elkezdeni gyűjteni a tapasztalatot, hogy aha, most másképp csináltuk, és rendben volt. Nem lett belőle semmi sértődés, veszély, elszegényedés, semmi rossz nem történt. Tehát egy felnőtt cenzort hívni a korán beépített és nagy erővel dirigáló hangok fölé, az egy okos dolog.